Üdvözlök mindenkit, Reading Arsenal találkozóban a Premier League harmadik fordulójában, ezt fogjuk most a következő nagyjából 20 percben megtekinteni. A Reading a 10. helyen áll a tabellán, az Arsenal pedig a 11., úgyhogy abszolút pikás mérkőzésre van kilátás. Nagy meccsre számíthatunk, és akár a hazaiak pontot, vagy esetleg pontokat is elcsenhetnek a vendégektől, akik egyébként nincsenek jó formában. Nézzük akkor a csapatok összeállítását. Andersen a Reading kapujában, Mariappa, Gorst, Gunter, Hart, Ledgerwood, McLeary, Karacsán, McNoff, Podjebrák és Jason Roberts. Az Arsenal összeállításában pedig Szczęsny a kapuban, Koscielny, Vermaelen, Sanya, Gibbs, Arteta, Wilshere, Rosicki, Volkov, Giroud és Podolski. Számomra meglepetés, hogy Santi Cazorla kimaradt a kezdőből, de hát az edző tudja. Szóval az Arsenal nem kezdte jól a szezont, két darab 0-0-át játszottak, és hát eléggé langyos kis mérkőzések voltak. A Reading pedig már egy győzelmet magáénak tudhat, ez egy veresége mellett. És egyébként holt versenyben állnak a 9. helyen a Liverpool-lal, de hiszen ugyanannyi a gól különbségük. De mégis 10. helyen állnak jelen pillanatban. No, akkor most már koncentráljunk a találkozóra, ahol a Reading passzolgat jelen pillanatban a középpályán. McNoff a szélen. Jason Roberts jól ugratja, Koscielny. És Vermaelennek sikerül kifejelni a Wilshere. Rosicki. Inkább középen próbálkoznak, Giroud, Walcott. Sanya. Sikerül valahogy még eljutatni Volkottig. Rosicki, Giroud. Könnyen elválasztják a labdától. Jason Roberts. Ott pedig Vermaelen buktatja. Hoppá! És egyből sárga lap. Ez meglepő. Mérkőzés 9. percében már kioszt egy lapot a bíró. Persze, hát felök lehet, de azért az sárgát, hát jó határeset. Wilshere nagyon szépen csent el a labdát. Most indul is vele, indítja Walcottot. Húho, jajjajjaj, ez viszont egyértelműen lap. Hát igen, sok szabálytalanságra is számítani kell, hiszen mindkét csapatnak muszáj pontokat szerezni. Hiszen a Chelsea és a Manchester City már hát kicsit ellépte, tehát nem léptek el tulajdonképpen, de eddig kettőből kettőt abszolváltak. Nézzük Wilshere szabadrugását. Jön befelé, kiöklözi Andersen. Nagy kavarodás volt ott a vízállatoson belül, és végül sikerül bedobásra menteni. Az első 10 perc álmosan eltelt, aztán nézzük a beadást! Mariappa gyűjti be a labdát. Aztán indítja. Rossz volt az indítása közben, Podolski, Giroud, nem volt les. Volkotnak nem jó a labda. Na most elkezdett erőteljesen nyomni az Arsenal, Rosicki, Wilshere kéri, azonnal továbbítja Artetának, Giroudig nem jut el. Rosicki, Arteta, na mi lesz ebből? Volkot. Hát, ez a támadás többet ígért. Jason Roberts, hoppá, elengedte a labdát, és így rázta le Gibbs-et. Úgyhogy most indulhat a szélem. Wilshere hátra jött védekezni, és szépen Sanyának passzolja üres területre Rosicki. Érezhető egy némi idegesség. Hajjaj, igen, ilyet már az előző mérkőzésen is láthattunk. Akkor is, hát, ezeket úgy tűnik nem nagyon fújja le a bíró, és Szczęsny pedig az oldalvonalon kívülre rúgja a labdát. Kiháromszögelték, de aztán egy indítás, na, sehová. Sanya. Képes lesz-e önmagán felülkerekedni az Arsenal, szerintem itt ez a mai nap fő kérdése. Hiszen az előző két mérkőzéssel láthattuk, hogy talán Van Persie hiánya kicsit megfogta őket, nem tudnak gólt rúgni. Aztán közben nézzük ezt a támadást, McNoff, szépen megcsinálja, és mindenki előtt elment a labda! Kirúgás!
Hú, hogyha ott beleér valaki középen a labdába, akkor az könnyen gól lehetett volna a Gibbs. Szóval azt mondtam az előbb, ott tartottam, hogy Van Persie hiányát azért érezni lehet a csapat játékában, hiszen nem képesek gólt szerezni. Walcott, Giroud, Podolski lesen van, az nem jó. Szemmel. Arteta nagyon beállt a Reading védekezni, azt hiszem mind a 11 ember védekezik. Walcott, Kosicki. Walcott kéri a labdát, befut középre a 16-oson belül, eljut hozzá a labda, Giroud van ülesen, gól! Vezet az Arsenal Olivier Giroud góljával, és megtört a gólcsend. No, és ráadásul az egyik új szerzeménye az Arsenalnak, aki nyáron érkezett a csapathoz, úgyhogy ez mindenképpen pozitívum. És még a vezetést is megszerezték. Nagyon üresen maradt, és hát onnan már csak be kellett pofozni a labdát belsővel. Igen, hát lemaradt róla a védője, ez egyértelműen védelmi hiba volt a Readingnél. No, hát akkor 1-0, és amiket az elmúlt 20 percben, vagy ebből 20 percben mondtam, akkor azt felejtsük el, hiszen vezet az Arsenal. Hát most már azért ideje volt, megjegyzem, valamit mutassanak is, hát elvégre a nagy csapatok közé tartozik, és méltatlan volt az eddigi szereplése önmagukhoz képest. Közép elmegy a passzolgatás. Walcott szélen, nem tudja beadni. Works összeszedi. Elkúszált labdát. Ott Gyebrák. McNoff. Van kicsit elfáradt, vagy ezt akarta megcsinálni, de szép cselek volt, hogy aztán Wilshere hátulról meglepte, és sikerült elverni a labdát. Gyors labdajáratások. Megint most már ott vannak. Podolski. Jaj. Ez nem tudom, megint. Beadást akart. Hát, onnét azért már illet volna inkább rálőni. Wilshere. Szépen, ahogy kihozzák ebből dupla V alakot, nézzük. Szépen járatják a labdát. Walcott, ahogy megforgatja maga körül a labdát, ezt kiteszi Sanyának. Jön a beadás, szögletre kell menteni. Vermaelen szöglete, pici szöglet, Wilshere visszaadja Vermaelennek. És egy nagy védés, Andersen! Hűha! Hú, ez most majdnem megint bement. McLeary megindul, jöhet egy kontra. Gunther, láthatóan Wilshere gyorsabb mindkettejüknél, de valahogyan sikerül kijátszani, hát aztán csesni. Hát ez nem volt veszélyes. Nem is volt a Readingnek tulajdonképpen helyzete az első félidőben is. Ezt mondhatom is, hiszen vége is az első játékrésznek. Félidőmet tehát Reading Arsenal 0-1. Igen, egyetlen kapura lövés az Arsenal részéről, ami szerintem kettő, hiszen ott a szögletnél, amit védenie kellett itt az utolsó percekben Andersennek, azt még beírhatnánk, mint helyzet. A Reading pedig egyáltalán nem lőtt kapura. Itt van Giroud gólja, Rosicki nagyon szép meglátás Walcottnak, aki berakja középre Giroudnak, és hát a francia támadó belövi. Ennyi volt tulajdonképpen az első félidőnek az összefoglalója, nem sok minden történt, de gól már esett, és ez a lényeg. De nagyon helyzetekig nem jutott el egyik csapat sem. Hoppá, szerintem Gibbs arra számított, hogy Vermaelen ott jön mellette, vagy én nem tudom, hogyan tudnám megmagyarázni ezt a lépést. Arteta, kifejeli Wilshere, nagyon nagypapa tempóba ment oda. Nem jó ez, Bogrebnyák, és Szczęsny! Na, most már a Readingnek is volt helyzete, rögtön a második félidő elején.
És most jöhet az Arsenal kontrája. Na, ébredezünk, ébredezünk, ennek örülök. Á, Giroud. Nem volt jó. Maga mögé kurított labda, Wilshere próbál odalépni. McLeary most megindulhat a szélen, de nincs egyelőre középen senki, most jönnek ketten. Szépen megoldja, jöhet befelé. Nem lehet belőle semmi, ahogy láthatjuk. Rosicki szerintem jó döntés volt. Na most speciál ezt a paszt, ezt most nézzük, de ő adta Volkotnak azt a labdát. Jason Roberts. És Csesnyi, azt hittem, hogy lesen van, de mindig ott pattog a labda, és most sikerül valahogy kivágni Volkotnak. Giroud még mindig nem múlik el a veszély, Jason Robertsnél ismét a labda, az előbb óriási helyzetet mutatott, vagy hát láttunk tőle. Mindig ott megy, nem sikerül szerelni, még mindig ott pattog, és most megy ki. Jaj, hát ez... És nem játsszák vissza, jaj de kár. Az nagy helyzet volt. Én azt hittem, hogy nekem szerint meggyőződésem volt, hogy lesen volt mind a két támadó, de ezek szerint nem. És ez figyelmeztető jel lehet az Arsenalnak, hogy nem kéne ráülni az eredményre. Mert könnyen megbosszulhatja magát. Sanya passza nem jó, hát ketten is ott voltak, McNoff. Poprepnyák. Na jó volt a labda, jó a visszatett labda is, befelé, Vermaelen, és szögletre tudja csak kifejelni. Erőteljes Reading nyomás. Hát hazai pályán ezt el is várna az ember. Gutierrez jött be Jason Roberts helyett. Hart szöglete. Sikerül kifejelni, Volkot. Gips. Látunk-e a második fél időben valami támadás szerűséget az Arsenal részéről, mert eddig... Oh, na, most ez Podolski szépen hozza el. Rosicki. Giroud. Lesz-e belőle valami? Rosicki rá is lövi, és mellé! Na! Jó van, mindkét csapatnak most már volt a második fél időben ordító nagy helyzete, és mindketten kihagyták. Giroud nagyon okos volt és önzetlen, visszaadta inkább Rosickinek, aki csak egy picit tévesztett. Talán még súrolta is a kapufát. Nagy helyzet volt ez is. 67. percben járunk, mindig 1-0-ra vezetett az Arsenal, de most már láttunk olyan Reading helyzeteket, amiket hát tulajdonképpen bűn volt kihagyni. Pogrebnyák. Cipeli a labdát, de hova? Hoppá, jaj, de szép lett volna az! Sarokkal tovább tett labda. Podolski megindul, nagy az üres terület előtte. Günther most próbál meg kimenni elé. Podolski. És Gibbs már kint ért bele. Günther. Cleary, Gibbs. Podolski, Wilshere. Felzárkóznak a társak is. Jaj, de szépen tette tovább Wilshere. Gibbs. Inkább visszateszi Wilshere, Rosicki, Gibbs. Micsoda beadás volt az, micsoda mozdulattal adta be tulajdonképpen az angol. Gutierrez, de hát nem lett belőle semmi. Pogrebnyák kéri, és buktatás. Wilshere volt a vétkes, és egyből sárga. Ezzel a vendégek hallatják a hangukat. Nem tetszik neki, hát ez egyértelmű sárga. Csúnyán odalépett. Kettős csere az Arsenalnál, Wilshere és Rosicki lemegy, és helyette Kasorla és Diaby. Kicsit támadóbb, kicsit védekezőbb, szétszakítja a mester a középpályát. Jön befelé, hova jön Stessi gól! Pogrebnyák! Egyenlít a Reading! Hoppá! Hova jött, kérem szépen, Wojciech Szczesny? Abszolút lyukra futott. Ott volt Vermaelen az embere mellett, de Vermaelen se fejelt el, de nézzük meg, Szczesny hova jön. Óriási hiba. És ezzel egyenlít a Reading. Hát erről beszéltem, hogy nem kéne ráülni az eredményre. Hát tessék.
És ott a pályán már nincs ott Wilshere, viszont ott van egy Santi Cazorla, akit szerintem már kezdettől fogva játszatni kellett volna, de hát így döntött az edző, és mondjuk Rosicki jól is játszott eddig. Giroud egyből egy lövéssel próbálkozik, de belelépnek. Ledgerwood, Podolski visszaszerzi, Cazorla, Giroud, ott a helyzet, oldalálló! Na, ez az egyenlítő gól, ez nagyon kellett, mert felpörgött a meccs. Egyből próbálkozott az Arsenal, Giroud kétszer is. Egyszer nem jutott el a kapuig, másodszor pedig oldalálló. De hát rajta volt Mikkel Andersen. És ő jöhet most a kirúgással. Jaj, már csak 10 perc van a találkozóban, de kár. Jó kis mérkőzést tett ebből. Megint jön az indítás Pogrebnyák felé, Szczęsnyihez. Haza lett fejelve. Szép magyarsággal. Giroud. Podolski. Podolski egyébként elég szürke a mai napon. Szerintem őt kellett volna lehozni, de... most már mindegy. Oh, Gibbs. Jaj, de fura volt. Mindegy, árt, azért megszerezte Cazorla. Gibbs. Podolski. Nem volt lesen, de nem is tudja beadni, mert szépen szerel az embere. Azt hiszem Günther volt. Podolski vissza Gibbsnek, aki egyből adja be. Volkot mellé! Nem. Nem nézte szerintem, hogy hova fejel, hanem csak bólintott egyet. Szép volt egyébként ez a támadás. Ez az Arsenalnak az egyik specialitása. A gyorsan szélről beadott labda, és hát keresi a fejeket. Hát mondjuk egy... hogy értettő, hogy Giroud esetében a beadásokra próbálnak játszani. Ő fejjel azért erősebb, mint lábbal. Bár ezt mondjuk a mai napon nem ezt mutatta. Közben nézzük a támadást, Walcott. És már eléggé előre haladott, Walcott. Giroud! Helyzetben Giroud! Mikkel Anders és Diaby mellé! Atya úristen! Hát ez hogy maradhatott ki? Üres kapura, Abu Dhabi mellé fejel. Hát nem hiszem, hogy lesz ennél nagyobb helyzete az Arsenalnak. Ő is összerogy. Hát ezt kihagyni főbejáró bűn. És már 88. percben. Jézus Mária. Ledgerwood. És most jöhet a Reading. Az lenne csak a szép. Ha most a Reading megfordítaná a meccset. McNoff, Gutierrez. Hogy de szépen, de aztán Arteta megszerzi, úgy tűnik, hogy szabályosan. Cazorla. 5 perc lesz a hosszabbítás. Hoppá, szerintem Cazorla kezére pattan, mindegy, mehet tovább. Giroud. Utolsó támadás lehet, egy utolsó szalmaszál. Giroud, vagy igen, most kapta ő, Podolski. És Günther kivágja. Hőha. Cazorla, Diaby. Vissza, megint jöhet a beadás. Volkot fejel, Mikkel Andersen, Volkot befejeli! 2-1! A 94. percben Theo Walcott megszerzi az Arsenalnak a vezetést és valószínűleg a 3 pontot. Micsoda fordulat itt a végén. Cazorla beadja, Volkot először Andersen befejeli, de aztán másodszorra már a kapuba. Gyorsan reagált, és ez volt a szerencséje. Vezet ismét az Arsenal, és valószínűleg most már így megnyeri a mérkőzést. Elképesztő találkozó lett ebből. Egyenlő helyzet volt az első félidőben, és a második félidőben, hát teljesen megváltoztak a csapatok, és abszolút támadó felfogást képviselt mindkét gárda, úgyhogy ezért nagy tisztelet nekik. De még jöhet a Reading. Sikerül Koscielninek kivágnia. Giroud mindegy elrúgja, csak menjen az idő, amúgy már letelt az 5 perc hosszabbítás. Andersen még kigurítja, Mariappa. És nincs tovább! Megnyeri az Arsenal a mérkőzést. Hát egy drámai találkozón, azt kell, hogy mondjam. Nézzük a statisztikát, hát bizony, 9 kapura lövés az Arsenalnál, 4 a Readingnél. Hát ez a szám, ez... egy fél időt takar. Labdabirtoklásban az Arsenal kicsit feljött a második fél időben, illetve hát még erőteljesebb volt. Hú, hát ez nagy meccs volt, kérem szépen.
mérkőzés embere pedig Tio Walcott lett, hát egyértelmű. Ezután meg is érdemli. Kaszorla is 7,5-öt kapott. Behált és adott egy gólt az. Itt van a 30. percben, Rosicki nagyon jól meglátja, hogy ott van Walcott, aki bepasszolja Zsirunak és francia bevágja. Ezzel volt 1-0, aztán nézzük a második félidőt. Rögtön itt az elején, Pogrebnyák, óriási lövés, amit Szczęsnyinek kell védenie. Ezt a Vermaelen ment. És itt van a gól a 75. percben, Pogrebnyák ráfejeli a kapura, ahol már nincs benne Szczęsny, mert hát ki tudja miért, kifutott és ezzel lett 1-1. De hát nem volt vége az izgalmaknak, az Árznál egyből jött, Kaszorla Zsirunak, aki oldalhálót találja el. Megint támadott az Árznál, Zsiru kerül hatalmas esztőbe, és ezt, hogy Diaby hogy fejelte mellé, ezt szerintem önmaga sem tudja. Aztán itt van a gól, a 94. percben Santi Kaszorla beadja, Walcott először a kapusba, aztán a kapuba fejeli a labdát. Nézzük a további eredményekhez, West Brom, Sunderland 0-1, Manchester City megint nyert, most 3-0-ra, Queen's Park, Aston Villa 1-0, West Ham, Newcastle 1-2, Norwich, Everton 0-1, úgyhogy valószínűleg a Manchester City az továbbra is vezeti a bajnokságot. Manchester United, Liverpool, hoppá, kérem szépen 0-1, kikaptak a vörös ördögök, Stoke, Wigan 0-1, Fulham, Tottenham 1-0, hoppá, az is egy meglepetés, és Chelsea, Southampton 3-1. Hát azért egy-két meglepő eredmény született a fordulóban. Nézzük, hogy most hogy áll így a tabella. Manchester City vezet a Chelsea előtt, és az Arsenal ezzel a 7. helyre jött fel. A Manchester United csupán a 10. És ne feledjük a következő Arsenal mérkőzés, amit közvetítünk. A Bajnokok Ligája első csoport mérkőzése lesz a Barcelona ellen, úgyhogy akkor is érdemes lesz velünk tartani, hiszen ez a két csapat mondhatni minden évben találkozik. Na nézzük, kik a kiesők. Swansea és a Norwich a Holt versenyben a 17-ek, a Southampton és a West Ham a további kieső jelöltek. Hát nagy mérkőzés volt, úgyhogy még egyszer búcsúzom a végeredménnyel. Reading Arsenal 1-2. Tartsanak velünk legközelebb is a Barcelona elleni mérkőzésen. Viszontlátásra!